Keveslé a dollárokat Márkizai Péter, ezt írta a Magyar Nemzet, miután a baloldal volt miniszterelnök jelöltje, évértékelőjén ostobának és árulónak nevezte azokat, akik sokalják a baloldalhoz Amerikából érkezett, csak nem 4 milliárd forintnyi támogatást. Márkizai Péter hosszasan beszélt arról, hogy mi vezetett a baloldal történelmi választási vereségéhez. Szerinte a pénzhiány mellett a másik probléma Gyurcsány Ferenc volt. Kevesli a dollárokat Márkizai Péter, ezzel a címmel közölt cikket a Magyar Nemzet, miután a baloldal volt miniszterelnök jelöltje, szerdai évértékelőjén menthetetlenül ostobának és árulónak nevezte azokat, akik sokalják azt a 4 milliárd forintnyi támogatást, ami Amerikából érkezett a baloldalhoz. Ha valaki azt gondolja, hogy ez a pénz ez sok, és nem látja, hogy hova ment el, annak ellenére, hogy 42 ezer soron maximális tisztasággal és egyértelműséggel nyilvánosságra osztuk, az vagy menthetetlen lostoba, vagy áruló. A bukott miniszterelnök jelölt meg is indokolta, miért nem tartja soknak a külföldről érkezett támogatást. Szerinte a nemzeti konzultációra is többet költöttek ennél. Mi miért buktunk ezen a választáson? Márkizai Péter tíz hónappal a választási vereség után is a bukás okait fejtegette lehet mondani azt, hogy az én mondataim károsak voltak, igaz kígyókról, meg kiterjedt magyar kip csak önkormányzatokról, valamint náci fajeméletről én nem beszéltem, tehát több miniszterelnök, elődöm, társam sokkal durvább, sokkal ostobább, sokkal nagyobb hibákat elkövető mondatokat mondott korábban. Márkizai Péter azt mondta, bár neki is van felelőssége a baloldal bukásában, szerinte Gyurcsány Ferenc és a Jobbika felelős azért, amiért tavaly csak nem millió szavazattal kevesebb érkezett az ellenzékre, mint 2018-ban. Aki azt gondolta, hogy minden egyes Jobbikos szavazó le fog szavazni egy listára, mint Gyurcsány Ferenc ott van, az nem ebben az országban él. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény, ezen nincs mit szépíteni. Bár az ellenzék összefogás a baloldal történelmi vereségéhez vezetett tavaly áprilisban, Márkizai Péter úgy látja, összefogás nélkül még rosszabb eredményt értek volna el. Erről az ATV keddi műsorában beszélt sok probléma volt ezzel a kampányjal, hátulról is léptek, passzívak voltak, szabotáltak, és a többi sok panasz lehet, de sem az összefogás gondolata, anélkül még ennyi eredményt sem ér volna el az ellenzék, sem az előválasztás az nincs a problémák között. Márkizai Péter kedden este azt is bejelentette, hogy mindenki Magyarországa néppárt lesz az új pártjának neve, ami az Európai Néppárt tagja szeretne lenni.